Garázdaság miatt közmunkára ítélték azt a két fiatalt, akik 3 éve tojással megdobálták Demszky Gábort. A volt szabaddemokrata főpolgármester a Pesti Központi Kerületi Bíróság épületéből jött ki, amikor a tüntetők eltalálták. A vádlottak a mai tárgyaláson azt mondták, azért dobálták meg az egykori városvezetőt, mert Demszky korábban fasisztának és újnyilasnak bélyegezte őket egy tüntetésen. A bíró a büntetés indokolásában emlékeztetett, éppen a vádbeli cselekmény előtt módosították a BTK garázdaságot szabályozó paragrafusát, amely alapján az is erőszakos magatartásnak minősül, ha egy támadás nem okoz sérülést.